Fel sem fogod, hogy mit jelent az épülő sejemút Európának. Nem tudom, hogy érted a kérdést, vagy a kijelentést. Fel sem fogod, hogy mit jelent az épülő sejemút Európának. Hát, ez majd egy érdekes nap lesz. Úgyhogy üdvözlök a mai napi ami van, egy segít vállalkozások fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Szóval hallottunk már Sejemútról, tanultunk róla, nagyon fontos volt régen a, közleke, a, a kereskedelemben, de ma már ugye át, ezen túlléptünk, hajó, történik a szállítás jó része, pár hétbe persze beletellik, de, de Kína mégis elkezdi felépíteni az újabb Sejemútat, a Sejemút 2.0-át. És ez nem egy egyenlő projekt, tehát gyakorlatilag hat olyan szárazföldi, tranzit útvonalat alakít ki egyébként, főleg Európa felé és Ázsia felé, amelyen földi úton szeretné elérni és eljutatni a termékeit, és visszafelé nyersanyagot hozni természetesen. De ez nem egy időálló dolog. Ez gyakorlatilag egy világuralomra való törekvésnek a része. És ez nem összeesküvés elmélet, ezt ők megmondják. Tehát ez, nem, ez nem elmélet, ez valóság. Szóval nem fegyverrel, és nem más módon leigázva Hódítják meg a világot, hiszen akkor háborúzni kéne, hiszen akkor lennének áldozatok, akkor ellenállás lenne és itt tovább, és itt tovább, és hát utána persze nyilván, hogyha fegyverre hódítanák meg Afrikát, Ázsiát, és, és az egész Európát, akkor utána föl kéne építeni, nem lehetne azonnal profitot hozni belőle, nem lehetne oda kitelepíteni a kínaiakat egyből, ellenállás lenne a lakosságban, mint ahogy a háborúk után szokott lenni. Úgyhogy ez nem jó módszer, elavult már. Ehelyett a gazdasági gyarmatosítás folyik. Ez történik egyébként Kínában, és ugyanezt lemásolva most ez a Sejem útnak is a lényege. Nagyon jól néz ki, egyébként nagyon jól hangzik, mert azt mondják, hogy építenek a fejletlen országba, itt Kínát, egészen nem tudom, felsorban az összes országot, a Kaukázuson keresztül építenek több olyan útvonalat, vasút, illetve autópályát vagy autóutat, amelyen az árukat nagyon hamar el tudják juttatni ezen területekre, plusz Európába persze, és nem kell hajóval meg más nehézkes, lassú, szárazföldi utakon szállítani. Hogyan csinálják ezt? Azt mondják az ezen szegény, vagy éppen nem szegény, de, de diktatúrában élő államoknak, hogy figyelj ide, semmi gond, semmi feladat nincs vele, fejlesztjük az infrastruktúrádat, mi megépítjük, mi meg is hitelezzük, neked csak fizetned kell majd sok-sok éve át, mint egy jó rabszolgának. Úgyhogy mi megépítjük, mi hitelezzük, ti fizetitek, és nem tudom, ismerős ez a sztori? Valamelyik országba akartak építeni az atomerőművet az oroszok Európába. Az is valami ilyesmi logikán alapult, azt gondolom. És azt gondolhatnád, hogy hát Hát szépen, szóval, a kínaiak milyen okosok? Ah, fenét! Képzeld el, ki találta ki ezt az újabb sejemutat, és mikor? Hát ellenem neked ezt az Európai Unió találta ki. Ezt úgy rövidítették, 1993-ban ezt a projektet nyilvánosságra hozták, hogy Traceca, elmondom mindenki a rövidítése, Transport Corridor Europe Caucasus Ázsia. Ez angol, és ennek az összerakott, kimondhatatlan Rövidítése az, mint 93, ban egy-két rákeresel, tra, ceca ilyen módon, akkor meg fog találni az Európai Uniónak ezzel kapcsolatos összes információját, az útvonalterveket, egyeveket. Miért történt ez? Hát, humánusokból tették ezt. A fenét, a gáz és olajmezőköz akartak hozzáférni, amely az útvonalon volt. Nyilván ez, ez, ez nehezen működött, nem indult el, nem adtak hozzá elég pénzt, nem tudom mi. Az igazi okami miatt ez úgymond elhalt, de hát az ötletet azt felkarolva a kínaiak megcsinálják, és az egészet nyilván a saját, saját nyereségükre. És ami nagyon érdekes, hogy meg kéne érteni, hogy Kína egy világuromra tör de nem anyahajókkal, meg egyéb módon, mint az amerikaiak, nem úgy van, hogy háborút szítanak, meg uralkodókat döntenek meg, hanem megveszik őket. Tehát sokkal egyszerűbb, nem pénz van, mint a pejva annyi, és egyszer megveszik őket. És ez történik most az egész Afrikában, Ázsiában és Európában is, tehát Olaszországot kilóra veszik meg. És ha azt gondolod, hogy ez ilyen fantázia, meg mese, figyelj ide, egy döbbenetes élményem volt. Ha nem hiszed, járj utána, szó szerint menj el és próbáld ki. Tán négy vagy öt évvel ezelőtt voltunk Olaszországban, feleségem, ö, azt négy év volt, igen. Azt kérte, hogy, hogy menjünk el születésnapjára, vigyem el újra Velencébe. Jártunk már egy pár szó szóval Velencébe, de hát a szerelmesek városa. Mielőtt elsőhet nézzük meg újra. Hát, szó szerint befogva orromat elmentünk, Uh, és hát szerintem sokkal szebb uh, Horvátország mondjuk Trogir, és uh, hasonló korú és építészeti élményben van lehetőséged és részed, de mind is elmentünk. És nagyon érdekes volt, hát üljünk akkor egy klassz olasz pizzázó, veszünk egy pizzát, én szeretem a, 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 pizzát az olaszoknál, ha az jó, ez a vékony tésztás. Egyébként nagyon nem szeretem, ő pedig valami ilyen, ilyen tengeri, akármi tésztát akartam. Jó, beülünk, és nagyon fura volt, hogy uh, Mármint először normális volt, hogy egy kis, tudod, ez a kis olasz étterem, egy kis, ilyen kis utcában, ki volt téve az étlapot, el lehetett olvasgatni több nyelven, akkor egy ilyen földigérő barna kötényben ott állt az olasz pincér, olasznak is nézett ki, olaszul is beszélt, mondtuk, hogy mi nem, akkor beszélt németül, beinvitált, az egész, azt mondta, na, ezzel jöttünk olaszországi hangulatért. Aztán leültünk, hozta az étlapot, megrendeltük a kaját, majd előkerült, valami miatt előre jött a szakács, aki egy kínai volt. Majd a kasszánál nem állt senki, oda az olasz, ilyen kis pult szokott lenni, és az italokat kegyek és ott áll a, és ott van egy kassza, egy ilyen nagy kassza, klasszikus kasszagép, és ott áll mellette a, általában a főnök, főnök, a tulaj. És előkerült a főnök is, aki egy kínai nagy darab nő volt mondom, a fura, olasz étterembe tévedtünk, ahol kínai a szakács, kínai a tulaj, aki a pénz közé általában a tulaj, legjobb biztos, mert nyilván lopnák. Ja nem, nem, ilyet nem csinálnak az olaszok, bocsánat. <laughs> szóval nagyon érdekes volt látni, hogy, hogy kínai. Hát mondom, ide, ez, ez, nem olasz, ez nem olasz, úgyhogy megettük a kaját, <laughs> valamelyest ízlett, de nagyon-nagyon de nem volt jó érzésünk az egész estére. Aztán mentünk tovább, és Érdekes volt, mert több étteremnél, egy kis étteremnél másnap, vagy talán este, tehát az ebéd volt, és talán... Na mind a következő étkezésnél, hogy nem a szárdába ettünk, mert ez elég lepukkant volt, csak az, az, interneten nézett ki jól, de mindestre nagyon figyeltük, hogy ne, nagyon kínai helyre menjünk be. Igazi, egy te azt akartunk enni. És már egy jó pár helyet ki tudtunk lőni, mert megfigyeltük, hogy pont ugyanolyan étlapja volt fotóval, kis leírással, pont ugyanaz volt, és a fotók is ugyanazok voltak, mint a legelső helyen, tehát gyanis volt, ú, ez biztos, hogy kínai, én bekukucskáltam az ablaknál, kínai. Ott, tehát, ott is állt egy egy kínai férfi vagy nő a, a micsodánál. Na hát, kerestünk, mond, keres, ott, ahol nem kínai. Benézünk, nem látunk kínai, semmi nem történik, oké. Okay. Bemegyünk, olasz szétterem, eszünk. Leülünk, és kérünk valamint ételt, italt, már kikértük, és azt halljuk hátulról, hogy hátam mögött, nem is láttam első, egy kínai fickő ül egy, egy asztalán, egy vendég. De, de úgy eszik, mint egy disznó, tehát így azt hiszem, valami rákat mi? Így köpte ki, oda mellé a tányérra, de szó szerint köpte. És én csak a hangot hallottam, de mondtam a Ilonák, figyelj, de nagyon furán fog kinézni, itt összerókázom magam kaja közben, úgyhogy, hogy ma a pincének, hogy küldje már ki a francba ezt a tuskó kínai turistát. De mielőtt megszólaltunk volna, és szóltunk volna az olasz pincére, mert az olasz volt, egyszer csak kínaiak elkezd kiabálni, valamit mutogat, meg magyaráz olaszul a, a, pincérnek, és akkor esett le ez a tulajdonos. Ez a tuskó állat neveletlen kínai, ez a tulajdonos, aki úgy eszik, mint egy... És azt mondtam, hát ilyen nincs. Ilona, eljöttünk Olaszországba, te kedvedért, de most már kezd elegem lenni ebből a kínai Olasz-velencei vendéglátásból. Úgyhogy utána figyeltünk, még azt hiszem kétszer vagy háromszor a négy nap alatt ettünk étteremben, és és egyszer sikerült valódi olaszba menni, ott meg is kérdeztük, hogy itt olasz a szakács, igen, igen, minden olasz, és még egyszer beleszaladtunk, minden elő, ellenére beleszaladtunk olaszba, onnantól kezdve én Ilona a kirakatokat nézi, ugye a hölgyek az ékszer és a ruha, engem most semmiféle a kirakat nem volt, ami engem érdekelt volna, mert Sony kamerákat nem árulnak, <laughs> meg autókat se, szóval ingatlanos kirakatokat megnéztem persze, én azóta onnantól kezdve így sasoltam be, és szinte minden étteremben ott állt egy nagy darab kínai nő, nem ugyanaz, mindig másik, a kasszánál. És azt mondtam, hát, Belence elesett, elfoglalták a kínaiak. Majd megyünk át a Riálton, és nagyon érdekes volt, ott az üzletek ugye sorban vannak ilyen lépcsőtesen, és két egymás melletti üzletből látszik a tulajdonos így félig kitámaszkodva, két nagyon jól öltözött, magas sarkú cipőben nagyon dekoratív nő beszélget, és látszik, hogy beszélgetnek egymással, nem pont főszezonban voltunk szerintem, amikor február márciusban voltunk, nem tudom, tehát nem volt annyi turista, mint nyáron, tehát beszélgettek, és most közelebb megyünk, akkor hallgattam, milyen nyelven beszéltek, nem, nem kínaiul, az nem kínai, oroszul beszélget, tehát két egymás mellett lévő boltban, vagy alkalmazott, vagy tulajdonos, nem tudom, de a Riáton oroszul beszélgettek. És gondolkoztam, hogy hol lettek az olaszok, és most megvan a válasz, Gyakorlatilag a jelentős részét, gazdasági dolgokat, éttermeket, egyebeket, amit lehet, szállodákat, szinte mindent felvásárolnak a kínaiak Olaszországban. Tudni, ez az ország, ahol könnyen lehet. Jó tudom, Németországot is jelentősen, főleg a középvállalkozásokat vásárolják föl. Tehát jó ha erről tudsz, hogy a, a két nagy terület, amely még megmaradt Európában, ugye a vezető és húzó Németországnak, az a gépgyártás, amit főleg közép- és kisvállalkozások vittek világszínvonalra, és sok területen a világ vezetőivé váltak, azokat folyamatosan vásárolják fel a kínaiak, mert egyszerűen a németeknek az idős tulajnak nincsen utódja, senki nem akar megvenni, kínai kézfémbe fizet, gépeket, terveket, komputert összepakolják, egy hét múlva nincsenek is ott elvittek minden tudás, technológiát, 50-100 év tapasztalatát. Esetleg egy-két mérnököt még elvisznek magukkal Kínába. Kínában. De Olaszországban már ez megtörtént, és Németországban ugye két erős lába van még a gazdaságnak, az a, ahogy mondtam, a gépgyártás, a gépipar, elektronika az gyakorlatilag nincsen, informatika az gyakorlatilag nulla, semmi sincs, a világban sehol sincsenek, az Európa többi része sincs, de a németek sajnos ők se és az autóipar meg hát látványos öngyilkosságot hajt végre, úgyhogy ahhoz nem kérnek a kínaiak, azt elintézik maguk is. Tehát mi az érdekes, és mi az, amiről jó, ha tudsz? Nem azt mondom, hogy tudsz rá hogy egyből változtatni, de azért valamelyest tudsz vele foglalkozni. És jó, ha tudsz, mert erről beszél ma a nyugat jelentős része Magyarországon meg, azt gondolják, és remélem te ebbe a butaságban nem hiszel, hogy az arabok, az a pár darab, illetve a soros, az az egy darab, az, az nem az igazi veszély Európára, ha egy Kínaiak élve felvásárolnak minket. És tudod, mi az érdekes? Hogy egyes diktátorok ezen sejem út mentén, lehet, hogy te is ismersz egyet, um, azok, azok hihetetlen módon büszkék arra, hogy milyen jó, milyen jó megállapodást kötöttek Kínával. De erre van egy nagyon fontos idézetem, mielőtt bárki örülne, hogy milyen jó üzlet kötött Kínával. Heiko Mász, aki egy német külügyminiszter jelenleg, egyébként az egész német kabinetben az egyedüli, félig legalább értelmes ember, ezt kell mondanom, tehát őt már lehet parodizálni, a többéket nem lehet, mert saját maguk viccesebbek, mint a paródia. Ezt mondta, ezt nyilatkozta. Ha azt hiszik egyes országok, hogy Kínával lehet okosan üzletelni, nagyot fognak csalódni, és valamikor teljes függőségre fognak felébredni. Hm. Ez igaz egyébként cégekre és magánemberekre is. Szóval itt tartunk, de hogy megértsed a lényegét, és engem ez régóta izgatott, ezért próbáltam megkeresni azt a könyvet, amiben ez le van írva, de nem találtam meg, ezért elmondom, és a képét meg tudom mutatni, lehet, hogy meg tudod szerezni valahol antikváriumban Magyarországon. A címe az, hogy civilizáció, a nyugat és a többiek, ez egy ilyen vastag könyv, hogy barátom, te nagyon-nagyon kedves barátomtól kaptam ajándékba, és Neil Ferguson írta, azt hiszem egy angol író, aki megvizsgálta, hogy miért van az, hogy az elmúlt 500 évben Európa mondjuk úgy világrumról vagy élre tört, de előtte nem ez volt, és most 2000-ben, nagyjából ugye most nemrég 2000-ben fordult a kocka, és gyakorlatilag a jelentéktelenség felé kezd süllyedni. És mi ennek az oka? És nagyon érdekes dolgot csinált ebben a tényleg nagyon-nagyon hosszú könyv, de érdemes elolvasni, én egyszer átgyűrtem rajta magam megnézi többféle rétegét annak, hogy mi az oka, hogy ez megtörtént. Megnézi az egészségügyi elát, és, egy csomó mindent megnéz, de ami meg, bennem megmaradt mélyen, ma könyv nem találtam meg, valahol dobozban van Grácz felé, már ő elutazott, az három olyan terület van, amit érdemes megvizsgálni. És ő azt mondta, hogy az egyik oka volt, amit az angolok például az egész távol-keletet gyarmatostani tudták, és a kínaiak nem tudtak ellenük Semmit tenni, az például a társadalom területén volt észlelhető, mert az, az európai az egy, egy decentralizált, egy önálló kelet-indiai társaság, és így tovább, tehát önálló társaságok, tudományos intézmények voltak, technológiai fejlesztések voltak, kereskedelem volt, tehát egy decentralizált, önálló fejlődést lehetett intézeteknek és a tudásnak eleve a terjedésének, mi Kínában és egyre távol keleten, ez mindig fölülről jött, soha nem lettél okosabb, mint a fölötted levés, a császár volt a legokosabb, és nyilván csak az volt jó, ami fölülről jött, Lent nem lehetett se dönteni, ezt lehet, hogy ma látod már, se szóval, két helyen, se dönteni, se, se önállóan gondolkodni, se más tenni, mint ami föntről jön. És ez annyira merevvé tette az egész társadalmat, hogy gyakorlatilag ezt ez könnyen uh, fel tudta múlni az angol, főleg az angol, de a holland és a többi decentralizált uh, társadalmi berendezkedés. Tehát központi döntések helyett decentralizált. És liberális. Folyik micsoda szó, de mindegy, liberális. Aztán a másik az ipar. Az ipar területén elindult a technológiai fejlődés, ugye keleten még mindig kézzel szőttek, nyugaton, tehát Angliában már szövőgépeket alkalmaztak, jött a gőzgép, és itt tovább. Az, az ipari forradalommal érdekes módon ö, olcsóbbak és gyorsabbak tudtak lenni a drága angliai munkások mint az olcsó távol-keleti munkások rossz hatékonysággal. Tehát magyarul a technológiai fejlődés szemben a keleti elmaradottságról, ami mondjuk a hierarchikus felépítésből is jött. Aztán a következő volt a kereskedelem. A kereskedelem teljesen szabad volt, vagy nagyjából szabad volt, és ugyanez pedig keleten csomóféle kötöttségek voltak, nagyon sok hierarchikus felépítésbe adódóan, nagyon sok szabályzás, előírás, fölülről kérni, engedélyt és így tovább. És mi történt 2000-ben? Miért fordult ez meg 2000-ben? Azért, mert ez a két oldal helyet cserélt. Ahogy mondjuk a társadalom esetén régen központi irányítás volt Kínában, most ez Európában van. Európában van, de, de nem úgy van központi irányítás, hogy az hasznos legyen, hanem fékező jelleggel főleg. A Kínában ez decentralizálódott, igazából nagyon-nagyon nagy mondhatni, hogy vadkapitalizmus van, egyet nem tetsz, a rendszert nem szíthatod, és a, és a kínai szociálista vagy kommunista kormányjal szemben, vagy pártat szemben nem léphetsz fel, vagy nem szíthatod, egyébként annyit keres, amennyit akarsz, és azt csinálsz, amit akarsz. Tehát ez az egyik megfordulás volt. A másik az iparban a technológiai fejlődés. Európa mit tud nyújtani technológiában? Nagyjából semmit. Kína már saját maga fejleszt. Tehát olyan technológiai cégek jönnek már a piacra, amik világvezetőkké válnak. Tehát már nem csak a másolás, hanem egyszerűen világvezetőkké válnak. Kíra, Korea, India, ezek gyakorlatilag már saját technológiával előtte járnak Európának. A kereskedelem? Hát a kereskedelem totál meg van kötve, olyan, mintha a futóversenyen kéne részt venni összekötött kézzel és lábbal, mert bekötött szemmel még hozzá. Ez Európa az összes kötöttségével, meg mindenféle egyéb dolgával, mert ugye elméletben Európában szabad a kereskedelem, de nem az. Próbálj meg eladni mondjuk négy-öt különböző országba, mondjuk magánembernek terméket egy online shopba, bele is fogsz ö, kattanni, mire mindegyiknek az külön egyessége az országokról elszámolását, áfa elszámolást elintéz az apeken keresztül. Szóval megfordult. Tehát azok, a, azok az okok, ami a, a Niels ferguson a könyvében le van írva, hogy milyen okok miatt tudott ö, felül kerekedni és hatalmat szerezni a nyugat Kelet fölött, ez most megfordult, és ezért az, hogy Kelet teljes mértékben, teljes mértékben hatalmat és, és előnyt szerez a nyugattal szemben. És persze egyedüli, aki ebből lépést tud tartani az Amerika, úgyhogy küzdenek is rendesen, Trump is talán ez a legfontosabb, de a lényeg, hogy gyakorlatilag Ebben a, ebben a harcban, vagy ebben a, ebben a változásban mi igen kicsi figurák vagyunk, és valószínűleg Magyarország is igen kicsi figura, tehát bármit is tesz, vagy, vagy nem tesz a, a magyar politika, valószínűleg semmi jelentősége nincsen, mert... mert De te mit tehetsz? Ez a fontos kérdés. Ugye nekem mindig ezt szokott a kérdés, oké, okay, de te mit tehetsz? Én mit tehetek? Én a családomért, a barátaimért, magamért, az életemért, a jövőmért, az egészségemért, a, a, a biztonságomért, a jómódomért, a szabadságomért. Én mit teltek. Úgyhogy, megmondom őszintén, egy pár dolgot tehetsz természetesen, csak ezek még nem olyan égetően fontos dolgok. Ez olyan, mint a, mint a nem tudom én, aki cigarettázik, leszokni, vagy a lefogyni, vagy a, nem tudom, megtanulni egy nyelvet, ugye, ami nem olyan égetően fontos, addig a legtöbben nem nagyon veszik komolyan. Amikor már az orvos mondja, hogy hát most vagy elpatkolsz, vagy abba hagyod, vagy elpatkolsz, vagy leszoksz a, zsíros husokról, vagy a, és a cukrás süteményekről, akkor talán, akkor talán már eljön az idő. De mivel ti sikervitamint néztek, és ezen a csatornán szoktunk beszélgetni, ezért gondolom, hogy ti ettől sokkal okosabbak vagytok. Tehát elmondom, mi az, amit szerintem kell és lehet tenni most, még akkor is, ha még semmiféle Közvetlen fájdalmat nem okoz az, ami történik a világban. Ráadásul holnap fogok mondani az igazán érdekes dolgokat. Úgyhogy erősítsd meg a belső köreidet. Ez egyik legfontosabb dolog. Tehát, ha megnézed ezeket a társadalmakat, a kínaiak, vagy pedig India, vagy bárhol, nagyon erős a család, nagyon erős a, a tisztelet, a, a irányt Egyszerűen az emberi értékrendek, a társadalmi értékrendek, ha nem is tetszik mint nekünk, nem is úgy működik, mint nálunk, nem is azt fogadjuk el, mint, mint ő náluk van, de mégis ezek... Valahol, mint egy kötőszövet, összetartják a társadalmat. És én azt javaslom neked, ha nem is tudod Magyarországot szóval megváltoztatni, akkor is megtetted azt, hogy is meg a belső köreidet. Ez legyen a család, ez legyen a barátok, ez legyen a munkatársak. Foglalkozz többet a munkatársakkal. Jövő héten elkezdjük a szélszel foglalkozni. Foglalkozz a hogy taníts meg neki, amiket itt látsz, vagy egyszerűen küld el nekik, vagy vedd meg, majd ebből lesz egy, egy oktatóanyag, egy több mint százrészes oktatóanyag. Hogy tanuljanak és jobbak legyenek, legyenek erősebbek, azért erősebb lesz a céged is. Aztán erős is meg a kapcsolatait ügyfélekkel, szállítókkal. Amiről én beszéltem, hogy kínai gyarmatosít jelentős részét Európának és Ázsiának. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen fog halni, és kínai lesz a főnöke mindenkinek, hanem aki ebbe ügyesen és, és önmagát megerősítve jut ezen túl, akkor abban nyilván nyertese tud lenni. Tehát én nem azt akarom, hogy te most leszeged fejjel, várd a bajt, hanem hogy készülj föl. És ami a nagyon fontos, ez a legfontosabb, talán ez az egyik leges-leges legfontosabb kérésem, javaslatom, üzenetem, bármi. Hogy ne be annak az Európában egyedülálló, nemzetet romboló, egymás ellenúszító gyűlölködő politikának. Mindegy, hogy melyik oldal kezdtem, mindegy, hogy melyik oldal folytatja, mindegy, hogy melyik csinálja, de ilyen mélységesen egy magyar a magyar ellen uszító ehhez hasonlót se a németeknél, a franciákat nem tudom, se az osztrákoknál, sehol nem látok. Tehát ennyire önpusztító, nemzetpusztító uszítás a hatalomért, a lopás a pénzért, az igazi nemzet, nemzet, elleni bűn, de ennek ne jó? Tehát bárki, bármilyen oldalon van, és bármivel cukol, hetszel, bármi, ne ne engedj a gyűröletkeltésnek. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. <laughs> Ugye, kicsit a gazdaságtól az emberi oldal felé megyünk. Aztán ami fontos, hogy fejleszd a képességeidet. Jó, nem azt mondom, hogy kezdjek jól tanulni, nem, szerintem arra nem lesz szükséged, mert, hanem arról van szó, hogy ha föl vagy készülve, ha meg vagy erősödve, ha, ha fejleszted a képességeidet, itt főleg három dolgot, három-négy dolgot tudok elmondani, az egyik a nyelv, az angol és a német, de főleg a német, akkor a vezetői képességek a sales képességek. Tehát az emberekkel tudsz bánni és tudsz eladni, akkor bármi történik az Európa és a világban, nyilván mindig a pozitív, a jó oldalon, a nyertesek oldalán fogsz állni. És uh, ezt a történetet? A Jelosztón parkba sétál két ember, és beszélgetnek, és egyszer csak egy bokora mögül erül, ugrik egy hatalmas, három méteres grizzly, és rájuk rá, 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 ordít. Erre az egyik elkezd irdatlanul futni, visszafordít, és mondja, te figyelj, miért nem futsz? ma Má a másik meg ott áll. Szóval, hát hiába futunk, a medve gyorsabb nálunk. Erre a másik fut tovább, és kiabál. Te hülye vagy, én nem a, <laughs> én nem a akarok gyorsabban futni, nálad, amíg téged megesz, én tovább jutok. Szóval ez fog föl, és ha ezt megérted, hogy neked gyorsabban kell tudni futni, mint az átlag, jó tudom, ez az átlagon nem fog segíteni, de legalább te előrébb jutsz, akkor ezen veszélyektől, vagy változásoktól, amire aztán tényleg végképp nincsen ráhatásod, ezen változásokban én azt gondolom, nyertesen fogsz tudni kikerülni. Tehát tanulj meg gyorsabban futni, mint a tömeg meg egyébként csak leül és nézi, hogy mi történik, még nem is fut, még nem is sétál. És amit én javaslok neked, hogy oszd meg ezt a videót, oszd meg azokkal, akik fontosak neked, ha, ha ez hasznosnak tartod, és beszéges arról velük, hogy, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, és mennyire fontos a tudás, mennyire fontos az értékesítés, a nyelv. És azok a dolgok, amelyeket, én, egy barátom küldte egy, egy videóhoz, egy videó linket, és kérdezte, hogy mit gondolok róla, és válaszoltam neki azt, és azt mondtam neki, figyelj, de azokat a, azokat a dolgokat, azokat a tulajdonságokat, azokat a vagyontárgyaidat, vagy vagyonodat kell erősítened, ami a két kezedbe elférve, vagy akár üres kézzel külföldre menve, menekülve, bármi történik, új helyzetbe kerülve, új életet kezdve, mindig veled van. Ez pedig itt van a két fület között. Úgyhogy ezt írtam le neki is, hogy azt mondom, hogy ez a legfontosabb érték, hogy a nyelv ne legyen akadály, egy szuper profi mérnökről van szó, tehát a többi szerintem ő megoldja, mint kommunikáció minden egyébben kiváló. Úgyhogy azt tudom neked javasolni, hogy gondolkozz el ezen a dolgok, ezeken a dolgokon, tudom, hogy nem hallasz a magyar médiákba, tudom, hogy, hogy ha ilyen, fú, most hogy mondjam, ilyen, ilyen bigot pozitív beáltású vagy, hogy nem is akarsz hallani arról, ami történik a világban, mert akkor már akkor, akkor erősíted, és, és, ha nem hallasz róla egyet, akkor meg se fog történni. Hát ez szerintem nagyon sok zsidó gondolta így, amíg nem jutott el mondjuk koncentrációs táborra, tehát nyilván a nem tudokról, nem veszek rá a tudomást, nem segít, és most nem azt mondom, hogy ez következik, csak ebből talán jól érzékeled, hogy egyedül pozitívnak lenni cselekedet nélkül, az nem fog segíteni. Úgyhogy, legyél pozitív, azt javaslom, onnap még jön egy kemény téma, és tudod, úgy szokott lenni, mint az értékesítést, hogy lefelé megyünk, elmondjuk, hogy milyen problémák vannak a cégedben, mi van a régi, használod a régi fénymástot, mennyi gond van vele, igen, mi van, amikor már akar, tehát lefelé viszünk, és onnan jön majd fölfelé. Ez az, csütörtök pénteken, de holnap még egy, még egy picit belemegyünk a mai európai és az euróval, tehát a pénzzel kapcsolatos valóságba muszáj erről is tudnod. Úgyhogy ha abszolút nem akarsz tudni arról, hogy mi van a világban, ami hatni fog rá, csak elhallgat a mainstream média előled, és, és sorosoznak, meg araboznak, meg migránsoznak, akkor nem kell megnézni a holnapi napi vita, mint felmentést kapsz alól. Ha pedig szeretné értelmesen állni majd a gyermekeid elé, azt mondod, figyelj, de én, én gondoskodtam rólatak, akkor viszont szóval mindenképpen ott kell lenned és látnod kell a holnapi videót. Na, hát ennyi a mai gondolat. Biztos, hogy ez lesz sok hozzászólás. Nyilván én nem vagyok politikai szakértő, tehát hogyha az elmondottakhoz képest legyen az Európa, legyen az a a sejem úthoz, van hozzáfűzni valód, akkor anélkül, hogy szapulnád a videót, mondd el nyugodtan, örülök, ha hozzászólsz. Remélem, nem kerülnek elő a, a szitkozódó BMW-sek, de ami a lényeg, már nem a BMW-sek, azok a szitkozódó BMW-sek, Tedd hozzá, amit tudsz, osszad meg, vagy tedd fel kérdésedet, kíváncsiak, hogy mit gondolsz erről, mert azt gondolom, hogy nem lehet erről nem tudomásul venni. Az, hogy most mit csinálnak a pártok, meg hogyan készülnek, meg ki hazudozik, meg mi történik Magyarországon, a politikában arról tényleg nem kell tudnod. De azért a világban van olyan dolog, ami nagyon is hatni fog az életedre. Úgyhogy bár hozzászólásod, ellenvéleményt, bármit, csak normális hangnemben. Sok sikert kívánok neked, ciao!